Ez egy három részes videósorozat második része az Európai Unió alapjogi chartájáról. A sorozatot a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért készítette az Európai Unió támogatásával. Ebben a videóban az EU alapjogi chartájának hatájáról, a chartában foglalt jogok érvényesítéséről, az unió bíróságáról és egyéb uniós intézményekről lesz szó. Mikor kötelező tiszteletben tartani a chartát? Az Európai Unió összes intézménye köteles minden esetben az alapjogi chartának megfelelően eljárni. A tagországok, így például Magyarország hatóságainak és bíróságainak akkor kell alkalmazni a chartát, amikor uniós jogot hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy a chartában foglalt jogok nem sérülhetnek, amikor magyar hatóságok, bíróságok uniós jog által szabályozott vagy határokon átnyúló kérdésben döntenek, illetve akkor sem, amikor Magyarország uniós kötelezettséget hajt végre. Hogyan lehet érvényesíteni a chartában foglalt jogokat? A chartában biztosított jogokra hivatkozhatnak az érintett polgárok, civil szervezetek vagy magáncégek is hatósági és bírósági eljárásokban, hazai és uniós szinten egyaránt. Például a személyes adatok védelmét az úgynevezett GDPR szabályozza, amely egy uniós jogszabály, így adatvédelmi kérdésekben a hazai hatóságoknak kötelező alkalmazniuk a chartát. Ahogy már említettem, az Európai Unió intézményeinek minden esetben tiszteletben kell tartaniuk az alapjogi chartát. Például a charta biztosítja a megfelelő ügyintézéshez való jogot, amely alapján az uniós szerveknek mindenki ügyét észszerű határidőn belül kell elintézniük. A bíróságoknak is gyakran figyelembe kell venniük a chartát döntéseikben. Nézzük először a magyar bíróságokat. A menedékjogot például uniós irányelvek is szabályozzák, a magyar bíróságoknak pedig, mint láttuk, minden olyan eljárásban érvényesíteniük kell az alapjogi chartában biztosított jogokat, amikor uniós jog által szabályozott ügyekben döntenek. Ezért például a menekültügyi bírósági eljárásokban a magyar bíróságoknak a chartának megfelelően kell eljárniuk. Mi a helyzet az úgynevezett EJEB-bel? A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához olyan ügyekben lehet fordulni, amikor valakinek az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított joga sérült. Az EJEB ilyenkor az egyezményt és az érintett személy országának jogszabályait is megvizsgálja. Amennyiben a vitáskérdés uniós jogszabályt is érint, és ezáltal a charta hatálya alá esik, akkor az EJEB annak ellenére is vizsgálni fogja a charta érvényesülését az adott ügyben, hogy az nem az Európai Unió bírósága. A luxemburgi székhelyű Európai Unió bíróságának van talán a legnagyobb szerepe a charta érvényesítésében, illetve értelmezésében. Az Európai Unió bíróságát EUB-nek vagy luxemburgi bíróságnak is szoktuk nevezni. Most a luxemburgi bíróság 5 lehetséges eljárás típusáról lesz szó, ezt követően pedig részletesebben beszélünk azokról, amik Magyarország és a jogkereső polgárok szempontjából különösen fontosak. Az EUB dönt jogértelmezési ügyekben előzetes döntéshozatallal, jogérvényesítést végez kötelezettségszegési eljárásokban, megsemmisíthet uniós jogszabályokat, amennyiben azok jogsértőek, kötelezhet EU-s szerveket intézkedésre, továbbá az Európai Unió intézményei által okozott károk után kártérítést ítélhet meg. Most nézzünk 3 eljárást részletesebben. Az EUB jogértelmezést úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárásban végez. Például előzetes döntéshozatali eljárásban mondta ki az EUB, hogy a menedékkérők határozatlan idejű tranzitzónába zárása ellentétes az uniós joggal. Ebben az eljárásban a tagállamok bírósági fordulhatnak az EUB-hez, és kérhetnek segítséget a vonatkozó uniós jog értelmezésében. Az eljárás fő célja az uniós jog egységes értelmezésének biztosítása. Az EUB döntései az Európai Unió egészében kötelezőek. A polgárok, civil szervezetek vagy magáncégek nem fordulhatnak közvetlenül az EUB-hez előzetes döntéshozatali eljárásban. Azonban kérhetik az ügyükben eljáró bírót, hogy ezt tegye meg. A luxemburgi bíróság dönt a tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárásokban is. Kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság vagy a tagállamok indíthatnak, abban az esetben, ha egy tagállam nem tartja be az uniós jogot. Például Magyarországgal szemben ilyen eljárásban döntött az EUB arról,
hogy a 2017-es civil törvény ellentétes az uniós joggal. Az EUB uniós jogi aktusok megsemmisítéséről is rendelkezhet, amennyiben azok nem felelnek meg az EU alapszerződéseinek. Magyarország és Lengyelország ilyen eljárásban kérte az úgynevezett jogállamisági mechanizmus megsemmisítését, azonban az EUB úgy ítélte meg, hogy a mechanizmus nem ellentétes az uniós alapszerződésekkel. Az Európai Unió bíróságán kívül más EU szerveknek is fontos szerepe van a karta érvényesítésében. Ezekhez az intézményekhez magánszemélyek, az unióban bejegyzett nem állami szervezetek vagy magáncégek közvetlenül is fordulhatnak. A panaszok és beadványok az EU összes hivatalos nyelvén, így például magyarul is beadhatók. Az Európai Ombudsmanhoz panasszal lehet fordulni, amennyiben az EU intézményeiben méltánytalanságot, diszkriminációt, visszaélést vagy mulasztást tapasztal valaki. Az Európai Ombudsman javaslatokat tehet a jogsértő intézménynek a helyzet megoldására, végső esetben pedig az Európai Parlamenthez fordulhat. Uniós jogot érintő kérdésben panaszt vagy kérelmet tartalmazó petíciót lehet benyújtani az Európai Parlamenthez. Panaszt lehet tenni az Európai Bizottságnál, amennyiben egy tagállam nem tartja be az Európai Uniós jogot. A panasz alapján a bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat, amelyben felszólítja az adott kormányt az uniós jog megfelelő végrehajtására. Ha ezután sem oldódik meg a probléma, akkor a bizottság az Európai Unió bíróságához fordulhat jogérvényesítésért. A panasz beküldő személy kérheti, hogy a bizottság kezelje titkosan az adatait, azaz azokat ne adja ki a jogsértő kormánynak. Mindezen túl az Európai Unió alapjogi ügynöksége kutatásokat végez, tanácsokat ad uniós intézményeknek és tagállamoknak az alapvető jogok területén, valamint ingyenes kiadványokat jelentett meg, többek között az alapjogi kartáról. Az ügynökség több anyaga elérhető magyar nyelven is. A sorozat többi része, valamint az elhangzottakkal kapcsolatos további hasznos linkek megtalálhatók a videó alatti leírásban.